Megelégelte Mészáros Lőrinc, hogy Orbán Viktor strómanjának nevezik. Az Együtt júliusi közleménye miatt tett feljelentést, amiben strómannak hívták. Mészáros ügyvédjén keresztül helyreigazítást kért az Együttől, de ők ezt megtagadták. Szerintük ugyanis Orbán Viktor a polgármester mögé rejti vagyonát. A Híradónk által megkérdezett ügyvéd azt mondja, a polgármesternek közszereplőként el kellett volna viselni ezt a sérelmet. Mészáros Lőrinc az ön strómanja, vagy nem a strómanja? Erre az egyszerű kérdésre várok öntől választ, miniszterelnök úr is. A bíróság fogja eldönteni, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos polgármester Orbán Viktor strómanjának nevezhető, vagy sem. Vona Gábor áprilisban tette fel a kérdést a miniszterelnöknek, aki azt válaszolta, hogy sosem volt, sosem lesz, és most sincs semmilyen strómanja. A helyzet az úgy fest, hogy 1990 óta vagyok parlamenti képviselő, sosem voltam vagyonos ember, most sem vagyok, nem is leszek. A gázszerelőből lett milliárdos az Együtt júliusi közleménye miatt először helyreigazítást kért, ugyanis nincsen nyaralója Horvátországban, de azért is, mert strómannak nevezték. Szigetvári Viktor szerint meglepő, hogy ez csak most teszi meg Mészáros Lőrinc, ugyanis ők már többször nevezték őt Orbán Viktor strómanjának. Orbán Viktor az ország leggazdagabb ember, és elrejti a vagyonát mások mögé. Ezek szerintem tények, az erről való véleményünket vállaljuk, a pernek állunk elébe. Az Együtt Mészáros Lőrinc ügyvédjén keresztül értesült a perről. Néhány hete kaptunk egy levelet attól a Vörös nevű ügyvéd úrtól, aki egyébként érintett állami megrendelésekben is, és ő az, aki eljár földügyekben. Minden esetre ő küldött nekünk egy helyreigazítási kérelmet, hogy a honlapon meg a népszerű Facebook oldalunkon rakjunk rendet ebben a kérdésben. Mi ezt megtagadtuk, és innentől mondhatnám, automatikusan indul el a bírósági eljárás. Magyar György ügyvéd szerint nem szerencsés, ha egy közszereplő, egy polgármester eljárást indít egy társadalmi szervezet ellen. Ő neki van-e esetleg valamiféle olyan tevékenysége, amely erre utalhat, akkor annak a valóságtartalmát lehet vizsgálni egy eljárásban. Tehát megint csak azt kell mondanom, hogy nem jár jól, hogyha ő maga indít egy ilyen eljárást, mert akármelyik eljárásban valóságbizonyítást lehet kérni, és akkor esetleg kiderül, hogy tényleg stróman lenne, vagy kiderül, hogy nem az. Az ügyvéd szerint Mészáros Lőrincnek, mint közszereplőnek inkább viselnie kellett volna a sérelmeket, mert a perrel a média csak felkapja azt, és az emberekben annyi marad meg, hogy a polgármester valójában stróman lehet. A témával bővebben foglalkozik majd a Nap híre című műsor a Híradó után.